Korábban, például 2015-ben is volt lehetőség arra, hogy az őstermelők akár 3 évre érvényesítsék igazolványaikat, emlékeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. Rácz Imre hozzátette, a 2015-ös barna színű igazolvány hatályosnak tűnhet, hiszen azon az szerepel, hogy 2017-ben is érvényes, ám a változások miatt már csak az ilyen kártya alapú őstermelői igazolványt fogadják el, ezeket tavaly kapták meg az érintettek. Akik kártyalapot váltottak, azt megpróbáltuk már a nyár közepétől 2016-ra és 2017-re is megérvényesíteni, és nekik is jönni kell a betétlapot érvényesíteni március 20-áig. Aki március 20-áig megérvényesíti és kártyalapú őstermelővel rendelkezik, az januárig visszamenőleg tudjuk érvényesíteni, és nem esik neki olyan időszak, amikor megszakadna ez a jogfolytonoság. Aki 20-a után fog jönni, érvényesíteni, annak már csak attól a naptól fogjuk tudni érvényesíteni, amikor itt nálunk megjelent, és a járulékfizetési kötelezettségétnél jelentkezhet 1-2 vagy akár 3 hónap megszakadás is, amit majd a NAV-val más módon fog kelleni rendezni. Ezért próbálnánk mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy az őstermelőt akkor is nézze meg, ha ő úgy érzi, hogy neki hatályos őstermelője van, mert egyébként majd ebbe a kellemetlenségbe fog belekerülni. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 42 ezer őstermelő van, közülük 38 ezeren már új kártya alapú igazolvánnyal rendelkeznek, az ügyintézéseiket 80 falugazdás segíti térségünkben.